Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy horoszkóp elemzés Nivia részére. Kedves Nivia, üdvözöllek téged, és ez a te horoszkópod, a te felvételed, amit te most itt látsz, ezek az úgynevezett házak, vagy életterületek. Ebből van 12, tehát 12 életterület. Én kezdeném is, de hozzá kell tennem, hogy ez a horoszkóp elemzés az indiai asztrológia szerint van, az indiai számítás szerint, és ők másképp számolják ki a horoszkópot, mint a mi általunk ismert asztrológiánál. Az első ház, vagy az első életterület mutatja a te külsődet, mutatja a személyiségedet, a fellépésedet, azt is, hogy hogy látnak mások téged. Ezt az első házat, ahogy ez kezdődik, ezt aszcendentusnak nevezzük, és az azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor te megszülettél, melyik jegy kelt fel a keleti határon, és ez az energia elkísér téged a születésedtől kezdve a halálodig. Itt van nálad a rák jegye. A rák jegye a víz eleméhez tartozik. Tehát te nagyon érzékeny vagy, vagy ahogy mások téged látnak, te nagyon segítőkész vagy, mutatod az érzelmeidet is, és családias. A rák jegye utal a családi kapcsolatokra. Ez egy belső otthont is jelent, és ez olyan, mint egy ilyen belső tempel. Ha meditálsz valami felett, akkor ez neked egy olyan megnyugtató érzés, vagy összekötetésben állsz a belső hangoddal. A második életházban vannak az értékek, a vagyoni dolgok, a pénzügyi dolgok, viszont nem csak pénzről van itt szó, hanem más értékekről is. Egy értékes barátság, vagy egy értékes párkapcsolat. Itt van nálad az oroszlán jegye. Az oroszlán élvezi a vagyont, az aranyt, ezt a kisugárzást, a luxust, így mondanám. Tehát egyrészt jelenti azt is, hogy te uralkodsz az anyagiak fölött, viszont szívesen kiadsz pénzt olyan dolgokra, amit mi luxusnak nevezünk. Itt a hármas életházban van az élet iskolája. Itt be kell, hogy bizonyítsd magadat. Azok ellen is, akik téged támadnak. Tehát nem szabad elfutni előle, hanem védjed magad, vagy legyen ez a magabiztos fellépésed. Ez a hármas életház mutatja a tudást és az iskolákat, a képzést és az iskolai emlékeket is. Itt nem is a tudás áll ezeknél az emlékeknél a középpontban, hanem a viselkedés. Hogy tudtad annak idején bebizonyítani magadat? Vagy voltál inkább visszahúzódó, és mások téged félrelöktek, vagy átnéztek rajtad. Milyen emlékek vannak itt? Azon kívül ez a hármas életház mutatja a kapcsolatot a rokonokkal, szomszédokkal, ami úgy körülötted van. Vagy mutat kicsi utazásokat, kisebb változásokat is, és az internetet. Itt van nálad a szűz jegye.
Ez arra utal, hogy te okos vagy, és tanulsz. Az téged érdekel, hogy mindig képezd magadat, ez mutatja az intelligenciádat. Viszont ha támadásokról van szó az élet iskolájában, akkor inkább visszahúzódó vagy. A negyedik életház, ez a legmélyebb pont a horoszkópban, ezt én mindig úgy hasonlítom össze, mint egy fa, itt van a fának a gyökere, és itt a fa koronája. Tehát itt legyökerezünk, és ez adja nekünk a biztonság érzetét. Ez a négyes életház mutatja a lakásunkat, a házunkat, és itt van nálad a mérleg jegye. Tehát, ha te valahol leszeretnél gyökerezni, vagy kell számodra a biztonság érzete, akkor itt fontos a harmónia és a belső kiegyensúlyozottság. Ami a lakásodat vagy a házadat érinti, az szép kell, hogy legyen, mert a mérleg jegye szereti a szép dolgokat. Az ötös életházban vannak a gyermekek, a te gyermekeid, később unokák, de itt vannak a gyermekkori emlékek is. A szép emlékeket meg kell, hogy őrizzük, és az, ami szomorúvá tesz bennünket, nem kell ott megállni, hanem tovább lépni, áttenni magunkat ezen. Az ötös életházban a gyerekek tanítanak bennünket, felnőtteket, mégpedig játszadozni, hogy bizonyos dolgokat olyan játékosan és könnyen vegyünk az életben. Ez az ötös életház olyan, mint egy színpad, és te vagy itt a főszereplő. És úgy alakítsd ki az életedet, hogy ezt élvezd is, örülj neki, és te vagy itt a főszereplő. Itt van nálad a skorpión jegye. A skorpión jegye a víz eleméhez tartozik. A víz eleme szimbolizálja az érzéseket. Én ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy van két féle érzés. Az egyik a pozitív, a másik a negatív. A negatív érzésekhez tartozik például a félelem, vagy a bizonytalanság, vagy a féltékenység, az irítség. Ezek mind olyan negatív érzelmek. A pozitív érzelmekhez tartozik a szeretet, a megbecsülés, a bátorság, a hit, és ezek a pozitív érzelmek ezen isteni hatalom alatt áll. És a skorpión mutatja, hogy lépjünk ki a negatív érzésekből, hagyjuk ott őket, és maradjunk a pozitív érzéseknél. Ennek van egy gyógyító hatása is. Itt a hatos életházban van a munka és az egészség. Ez összeköttetésben áll, mert csak akkor tudunk dolgozni, ha egészségesek vagyunk. Itt található nálad a nyilas jegye, és hat a munkádra, a munkahelyi viszonyokra. A nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik. Ez mutatja a lelkesedést. Neked kell egy olyan munka, ami téged lelkesít. A nyilas hajlamos arra úgy gondolkozni, hogy van még valami jobb is. Nem tudja, hogy hol van, de így gondolja. És így elveszíti az irányt. A nyilasnak pedig szüksége van egy út. Szüksége van célokra. Ez a nyíl itt a nyilasnál mutatja az utat, a kiutat. És ez a kiút
A mi galaxiánk, a mi tejútunknak a központja. Spirituálisan ez azt jelenti, itt van a mi vágyunk, ami bennünket lelkesít, itt vannak az álmaink és a reményeink. Ha van egy olyan hivatás, ami hív téged és lelkesít téged, akkor tudod, hogy melyik irányba kell, hogy lépjél, hogy tudsz dönteni, és ez kihat a munkahelyi viszonyokra. Ha nem így lépsz, lehet, hogy később itt betegségekre is kerül sor, mert ez a hatos életház nem csak a munkával áll össze, hanem az egészséggel is. A nyilas jegye összekötetésben áll az utazásokkal, külföldi kapcsolatokkal, az kihathat a munkádra, de ez az utazás lehet egy belső út is. A hetes életház, itt nyílik egy új kapu. Szemben áll az egyes életházzal, és itt tükröződik valami. Ezt deszcendentnek nevezzük. Itt nyílik ki egy kapu a párkapcsolatra, és itt van nálad a bak jegye. A bak jegye fölött Szaturnusz bolygó uralkodik. Az lehet kicsit szigorú, különösen a fiatal években az olyan korlátozásokat mutat. És biztos vagyok benne, hogy ez neked nem volt könnyű, viszont a későbbiekben, a második élet szakaszban Szaturnusz bolygó és itt a bak jegye segít neked, hogy egy stabil párkapcsolatban élj. A nyolcas életházat halálnak nevezik, természetesen lehet ez egy haláleset, vagy egy örökösödési ügy is, de ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig az, hogy olyan dolgoktól búcsúzzunk el, ami bennünket szomorúvá tesz, ami bennünket nyomaszt. Viszont az, ami örömet okoz, azt tartsuk meg. Itt vannak gondolatok, érzések, kapcsolatok, vagy egy hely, ami szomorít bennünket, vagy nem érezzük ott jól magunkat. Itt változásokról, megújulásokról van szó. Itt van nálad a vízöntő jegye. Ebben a nyolcas életházban vannak hivatalos dolgok is. Ezek a hivatalos dolgok többnyire pénzügyi dolgokkal állnak összefüggésben, mint bank, vagy adóhivatal, az is lehet, hogy vállásnál a pénzügyi dolgokat rendezni, vagy egy örökösödési ügy. A kilences életházban vannak az utazások, külföldi kapcsolatok, egy ilyen magasabb képzés, vagy tudás, de ez az utazás lehet egy belső út is. Itt van nálad a halak jegye. Visszatérve még a nyolcas életházhoz, itt vannak a szexuális témák is. Én úgy szoktam mondani tabu témák, mint például pénz, szex és halál. Ez a tízes életház, a legmagasabb pont a horoszkópban, ez mutatja a nyilvánosságot, milyen elismerést kapsz másoktól, utal a hivatásodra is, és mutatja, hogy hogy tudod elérni a magas céljaidat. Itt van a kos jegye bátor, és nyitott arra, hogy új utakon járjon. Itt a 11-es életházban vannak a barátságok, vagy kapcsolatok, ilyen csoportok, azon kívül a remények. Itt van nálad a bika jegye. A bika jegye az szolíd, élvezi az életet. Te így éled át a baráti körödet, ez nagyon kellemes.
De még visszatérve ide a 9-es életházhoz, ahol utazásokról van szó, itt a halak jegye a víz elemével áll összekötetésben, és az mutatja az érzéseket. Én úgy mondanám nálad, itt egy belső útról van szó. Ennél a jegynél, a halak jegyénél van kettő hal, és ezek úsznak ebben az óceánban, de más irányba. Az egyik hal mutatja a félelmeket, a másik pedig a biztonság érzetét. És bízik abban, amiről álmodozik, hogy az megvalósul. És a hite elviszi egészen a célokig. Itt a 12-es életházban vannak a titkok, minden olyan titokzatos, az lehet egy titkos kapcsolat is, de az ellenségeket is mutatja ez a 12-es életház, azon kívül a visszahúzódást és kármikus témákat. Itt van nálad az ikrek jegye. A holdad. A 2-es életházban van az oroszlán jegyében. A hold szimbolizálja az anyukádat, szimbolizálja az anyai érzéseket is, azon kívül az érzelmi világodat. Itt az oroszlán jegyében neked fontos, hogy téged mások észrevegyenek. Neked fontos az elismerés is. Ha nem úgy van, és átnéznek rajtad, akkor ez a 2-es életház arra utal, hogy bizonyos helyzetekben még pénzt is kiadsz arra, hogy mutasd a külsődön, például ruhával, vagy ékszerekkel, hogy mások téged észrevegyenek. De ez csak akkor van így, ha belülről úgy érzed, hogy mások megbántanak, átnéznek rajtad. A 3-as életházban, itt a szűz jegyében van nálad az Uránusz bolygó. Uránusz bolygó mutatja itt, hogy te különleges vagy, és így tudod bebizonyítani magadat az élet iskoláján. Neked kell ez a belső érzés. Te más vagy, mint mások. És akkor nem kell, hogy itt valamit vegyél magadnak azért, hogy mások téged észrevegyenek. Mert Uránusz adja neked ezt a belső erőt. Nem csak Uránusz, hanem Plutó bolygó is. Plutó bolygó kihat a belső erődre, hogy hiszel magadban. Mars bolygó, itt az 5-ös életházban, a Skorpión jegyében áll. Ha gyermekekről van szó, akkor Mars mutat itt egy fiú gyermeket. De Mars bolygó mutatja a te erődet is, tehát ide kell, hogy az erődet, az energiádat fordítsd az 5-ös életházban. Azon kívül Mars bolygó itt utal a párodra, a lelki társadra. Az 5-ös életházban az jelentheti azt, hogy élvezitek az életet, vagy valamit kialakítatok közösen, az lehet egy hobbi is. Viszont ügyelj arra, hogy itt a Skorpión energiája is hat. Tehát búcsúzz el a negatív érzésektől, és hagyd, hogy a pozitív érzések uralkodjanak az életedben. Akkor így sikerül ezzel a férfival boldog lenni, és úgy játszadozva, ahogy a gyermekek ezt mutatják, tehát könnyedén. Itt található nálad Merkur bolygó is. Merkur
bolygó szimbolizálja a gyermekeket és az ifjúságot. Itt vannak gyermekkori emlékek is, de jelenti a kapcsolatokat, a tudást, és itt ki tudsz alakítani valamit, mivel itt a te színházadról van szó, az életnek a pódiuma, ez mutathatja a művészi területet, ahol te ki tudsz bontakozni. Itt van Vénusz bolygó is, ez segít benne, mert Vénusz bolygó szereti a szépet, a művészeteket. Mivel Mars és Vénusz itt található, az kihat természetesen a szerelmi kapcsolatba, és ez mutatja ezt a könnyűséget, és hogy itt ez által kialakul valami az életedben, ami így a középpontban áll. Mert ez a te színdarabod, amit élvezel, mert itt a lelkesedésről van szó, de úgy játszadozva. Itt van Neptun bolygó is. Neptun bolygó kihat az érzéseidre, a belsődre, és ő által megtalálod ezt a belső hangot, ami téged inspirál. Ezek ilyen művészi, tehát ő ilyen művészi irányba vezet téged. Viszont, ha ezt nem így éled át, akkor előfordulhat, hogy Neptun bolygó hatása alatt csalódottnak érzed magad. Itt található Ráhu, a felfele haladó holt csomó, és ez egy életút, egy ilyen kármikus út, egy sors út, amit a lelked kiválasztott. De te ezt az utat nem ismered, hogy te ilyen művészi területen érezd az alkotó munkádat. És biztos vagyok benne, hogy ez a férfi, ez a Mars energia segít neked ebben. Egy közös tevékenység. A napod a nyilas jegyében van, és Jupiter bolygó is itt van. Ez mutatja a munkát, vagy az egészségügyi területet, de az is fontos, amit a nyilas jegye mutat. Egy utazás, egy cél, egy belső út. A Jupiter bolygó szerencsét hoz neked, de mutatja a belső nagyságodat is. Szaturnusz bolygó a 11-es életházban van, itt a bika jegyében. A bika jegye élvezi az életet. A korábbiakban, tehát a gyermekkorodban, vagy az ifjúságodban itt korlátozások voltak. A baráti körök területén is. Az is lehet, hogy te visszahúzódó voltál, az is előfordulhat, hogy voltak baráti kapcsolatok idősebbekkel. Szaturnusz itt téged megtanít valamire, mégpedig arra, ha vannak vágyaid és reményeid, higgy benne, ezek a célok, és ne add fel ezeket a célokat. Azon kívül válaszd meg a baráti körödet. Neked soha nem lesz túl sok barátod, inkább kevesebb, de az sokkal értékesebb számodra. Ketu, a lefele mozgó holdcsomó, az itt van az ikrek jegyében. Ez mutat kármikus témákat, mégpedig ez a múlttal áll összeköttetésben. Én most, hogy látom, hogy Kétu az ikrek jegyében van, ez a lefele mozgó holdcsomó, most vettem észre, hogy Ráhút ide a Szkorpión jegyébe
az ötös életházba tettem, és én itt hibáztam, rosszul írtam fel, de jó, hogy most észrevettem, úgyhogy én Ráhút innen most kiveszem. Ráhú nem a Szkorpión jegyében van, hanem a Nyilas jegyében. Mint ahogy mondtam, te nem ismered itt ki magad az ötös életházban, a Szkorpión jegyében, ez nem így van, tehát ezért most az elnézésedet kérem, hanem itt van a Nyilas jegyében. Igen, itt a hatos életházban. Ez az a kármikus út, amit a te lelked kiválasztott, a sors utad, egy életterület, amit te nem ismersz. Tehát ez itt van a hatos életházban, és nem az ötösben. Ez a hatos életház, ez kihat a munkádra, vagy téma, egészségügyi témák. Tehát ezekben az életházakban hatnak a bolygók. És milyen kapcsolat van a bolygók között? A napod itt a Nyilas jegyében, és Plutó bolygó itt a Szűz jegyében van, itt egy összeköttetés, és ezt úgy nevezzük, hogy kvadrát aspekt. Ez lehet nálad egy belső feszültség, vagy akadályok. Viszont, ha a napról van szó, az mutat apai témákat is. És itt az a fontos, hogy megtaláld a középutat. Az segít abban, ezeken a nehézségeken, vagy belső feszültségeken, vagy ezeken a gyermekkori emlékeken túltenni magadat. A középpont az itt van a mérleg és a Szkorpión jegyek között, itt a határon, az jelenti a belső egyensúlyodat, és a Szkorpión jegye a víz eleméhez tartozik, tehát az érzéseidről van szó. Én megismétlem magamat itt a Szkorpió jegyénél, természetesen érzésekről van szó, és mint mondtam, vannak negatív érzések, mint például félelmek vagy bizonytalanság, és vannak pozitív érzések. Ez a bátorság, a lelkesedés, a szeretet és a bizalom érzése, és ez segít azon, hogy áttedd magadat ezeken a dolgokon, vagy nehézségeken. A másik kapcsolat pedig Szaturnusz bolygó, itt Szaturnusz bolygó, és Jupiter bolygó között van, ők kapcsolatban állnak egymással. Ezt a kapcsolatot úgy nevezzük, hogy quincunx aspekt, és ez bizonytalanságokra utal. Én úgy szoktam ezt a kapcsolatot elmagyarázni, mint példa, hogy gondold el, hogy előtted van egy inga, és valaki kérdezi, hogy mondd meg, hogy melyik irányba mozdul ki. Akkor mit válaszolnál? Akkor azt mondanád, nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy így, lehet, hogy úgy. És pontosan így érzed belülről. Ezt akkor érzed az életedben, amikor fontos döntéseket kell hoznod, és tudni akarod, hogyan tovább, akkor van benned ez az érzés, nem tudom, fogalmam sincs. És ez bizonytalanságokat vált ki belőled. Most megnézzük az ő horoszkópjából a bolygókat, a napot és a holdat, hol található, hol, melyik területen érint téged. Az ő napja
az oroszlán jegyében van. És itt hatással van a te holdadra, ami a te érzelmeidet szimbolizálja. Az ő holdja itt van a bak jegyében, hat nálad a hetes életházra, ahol a párkapcsolatokról van szó. Meg kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban Szaturnusz bolygó itt mozog a bak jegyében, és Szaturnusz bolygó hat az ő holdjára, és hat nálad a hetes életházra. Itt változások lesznek, sorsdöntő kapcsolat. Itt a hetes életházban párkapcsolatról van szó. Szaturnusz bolygó idén, de még jövőre is itt fog lenni a hetes életházban. Mars bolygó jelenti az ő férfiasságát, és nála az ő horoszkópjában, az a rák jegyében van. És nálad az első életház a rák jegye, az mutatja a te külsődet, a vonzalmat és a te személyiségedet is. Itt van nála a Mars bolygó. Az utal arra, hogy van köztetek egy nagyon jó vonzó erő. Merkur bolygó nála a szűz jegyében van. Ez kihat a beszélgetésekre, az is fontos a párkapcsolatban. Ő nem mesélget sokat, inkább megvizsgálja az eseményeket gyakran kritikusan, de ő magával szemben is kritikus. Jupiter bolygó itt van a Szkorpión jegyében, ahol nálad Mars és Vénusz található. Jupiter hozza a szerencsét. Vénusz bolygó nála itt az oroszlán jegyében van, ahol nálad a te horoszkópodban a hold található, és itt érzelmekről van szó. Szaturnusz bolygó nála a mérleg jegyében, az azt jelenti, hogy számára a párkapcsolat nagyon fontos. De korábban itt neki akadályok voltak. Olyan hasonlóan, mint nálad, itt a bak jegyénél, mert itt Szaturnusz bolygó uralkodik. Ő hasonlóan élte ezt át. Viszont a második élet szakaszban Szaturnusz bolygó segít abban, hogy egy biztos párkapcsolat kialakuljon. Uránusz bolygó itt a Szkorpión jegyében van, itt változások lesznek. Neptun bolygó a Nyilas jegyében, és Plutó bolygó itt a Mérleg jegyében. Uránusz, Neptun und Plutó, ezek lassan mozognak, tehát nem csak nála van így ezekben a jegyekben, hanem mindenkinél, aki ezekben az években született. Ami még fontos, hogy mi hat rátok jelen pillanatban, Jupiter bolygó, Plutó bolygó és kétódi absteigende Mondknoten, ami kármikus témákat jelent, és a múlttal áll összeköttetésben, jelen pillanatban itt mozog a Nyilas jegyében. Itt van nálad a kármikus csomó, tehát itt vannak kármikus témák, mert ez most aktuális. Itt nem csak a párkapcsolatról van szó, hanem a munkáról is, vagy utazásról, célokról. Itt a bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó,
a sorsnak a bolygója, és őrzi a kármikus témákat is. Itt párkapcsolatról van szó, kihat rád ez évben, de még jövőre is. Itt a vízöntő jegyében mozog jelen pillanatban Neptun bolygó. Neptun bolygó segít abban, hogy éld az álmaidat, de ügyelj arra is, hogy Neptun bolygó alatt gyakran minden olyan átláthatatlan, és ezek lehetnek itt hivatalos ügyek nálad. A halak jegyében mozog jelen pillanatban Mars bolygó, itt a 9-es életházban, ahol utazásról vagy egy belső útról van szó. Ez mutatja az erődet, de ezt a férfit is. A kos jegyében található jelen pillanatban Uránusz bolygó, az nálad a hivatásodra utal, a céljaidra, vagy a nyilvánosságra, itt lesznek változások. Vénusz bolygó jelen pillanatban itt a bika jegyében mozog, ez barátságokra utal, Vénusz energiánál barátnőkre, viszont a 11-es életházban vannak a remények, és Vénusz hatása alatt ez egy szerelmi kapcsolat. Itt a 12-es életházban, az ikrek jegyében van Merkur bolygó jelen pillanatban, a nap, az indiai számítás szerint, és Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó, tehát ez pont ellentétesen áll, mint ahogy a te születési horoszkópodban található. Itt tükröződik valami. Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó, itt mozog az ikrek jegyében októberig, és Kétu, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltat mutatja, kármikus témákat, itt mozog a nyilas jegyében ez év októberéig. Kedves Nívia, így tudtam a horoszkópot elmagyarázni. Köszönöm, hogy megbíztál bennem. Kívánok minden jót, és nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!